Ami rajtunk látszik egy gyülekezeten, az sokkal többet mond ezer szónál. És ez azért egy fontos dolog, mert a királyság, azt mondja az ige, hogy nem beszédben áll a királyság, hanem az királyság hanem az erőnek a felmutatásában, a szeretetnek a felmutatásban, a józanságban, a bölcsességnek a felmutatásában, az önzetlenség felmutatásában, tehát a felmutatásban. Minden más duma. És Isten maga a beszéd, ő a logosz, de nem duma. Oké? A keresztény házasságnak, tudjátok jól, pláne akik járnak hozzám házaskurzusra, hogy messze menően túlmutató jelentősége van, azon kívül, hogy Béla meg, nem jó szót mondtam, Béla, korszellem, Béla meg Gizella nagyon szereti egymást. Tudnélik, két ember együtt él, ezen kívül túlmutató jelentősége van, hogy ez nekik nagyon jó. Ugye mi tudjuk jól, az Isten kinyilatkoztatja, hogy a házasság az nem más, mint a Krisztusnak és az egyháznak a viszonya. Ámen. Erről nagyon sok jó alaptanítások vannak. Most valaki azt mondja, hogy hát persze, ez majd milyen jó lesz, majd nem. De az ige nem azt mondja, hogy... Hát megállok már itt. Az ige nem azt mondja, hogy Krisztusnak és az egyháznak a jövőbeni viszonyát mutatja be egy házasság, hanem azt mondja, hogy a jelenlegi állapotát mutatja be. Na most gondoljatok végig a házasságotokon. Szigorúan a másik, aki melletted ül, és tudsz róla pár dolgot. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon nagy igazság, mert jelenleg az egyháznak, a Krisztushoz olyan a viszonya, mint egy átlagos házasság a gyűrűn belül. Civakodunk, engedetlenkedünk, nem tartjuk meg, elmegyünk, visszajövünk, bőröndöt bepakoljuk, kimegyünk, visszajövünk, a férjek ugyanezt meg tudják csinálni. Tehát magyarán igencsak, az a különbség, hogy Jézus viszont tökéletes. Tehát ő az a vőlegény, akit nem lehet kiborítani. De nekünk a házasságaink abszolút bemutatják azt, hogy az egyház jelenleg hogy áll az Istenhez. Tehát nagyon pontosan fogalmaz egyébként az ige. Tehát ez nem jövő időben van megfogalmazva, hanem úgy van megfogalmazva, hogy ahogy most az egyház áll az Istenhez, na ezt mutatja be egy jó házasság. Halleluja. Nagyon jó. Ugyanilyen fontos az egyedülállóság is, mert az egyedülállóknak is van egy prófétai bemutatkozása, egy prófétai bemutatása az életüknek. Ők is, az ő életükben is az önmagán túli üzenet az megjelenik, mert Isten így rendelte, nevezetesen ott az egyénnek és a Krisztusnak a viszonya. A házasságban a Krisztus és az egyház, az egyedülállóknál pedig a Krisztus és az egyénnek a viszonyáról azt tudja bemutatni jól ez az állapot, és az eljövendő hitbe vetett reménységről, hogy lesz egy nap, egy korszak, amikor minden teljessé válik. Azért szeretném elmondani, még egyszer hangsúlyozom. Vagy időszakosan, vagy egyedülálló, vagy még 5 évig, vagy az elragadtatásig. Tehát mindenféle szinten Istennek van ma üzenete számodra, hogy az egyedülállóságnak mi a profétikus üzenete, mik az áldásai, amiket csak te tudsz megélni, a házasok másfajta áldásokat élnek meg. Erről a témáról azért sem szeretek külön szemináriumról beszélni, mert külön mondom, én elrejtett kis kert 18-30-kor, ahova csak az egyedülállók hivatalosak, tudjátok. Mert ez egy királyságos alapelvek vannak a szingül alapelvekben. Királyságos alapelvek vannak, ez az egész egyházat és az egész gyülekezetet érinti. Sőt, többet mondok, most fogom a házasok figyelmét is fölkelteni. Ha valaki megérti, hogy Istennek mi a látása és álláspontja az egyedülállósággal kapcsolatban és miért, akkor a házassága sokkal jobbá válik. Sokkal jobb lehet. Mert ez a házasságokat is érinti. Oké, szóval... Azt szeretném, hogyha a mai nap itt a gyülekezet, az egyház, legalábbis a mi részünk megtérne abból, hogy az egyedülállóság az csak gipszjakapot érinti. Nem csak gipszjakapot érinti a gyüliben az egyedülállóság, a szingliség, hanem az egész testet érinti. Amen. Hiszen emlékeztek arra az igére, hogyha az egyik tagnak valami fáj, akkor az egész testnek kell, hogy fájjon. Téged ne untasson azt, hogy valaki szenved az egyedülállóságban, viszont reméljük, hogy a mai tanítás hozzásegíti őt abban, hogy nem kell szenvednie. Oké. A harmadik dolog, vagy negyedik, vagy nem tudom hányadik dolog, hogy egy-egy gyülekezeti téma, vagy királyságos téma nem függ a gyülekezetben lévő, azt érintő, közvetlen érintő számától. Általában a gyülekezet nem annyira bunkó. Mondjuk van hova fejlődni, mert egyébként a gyűli tagok nagyon bunkók tudnak lenni, erről majd külön majd jövőre
jövőre majd erről beszélünk, ha még itt vagytok. De azért mondjuk azt, hogy a tiszteletlenség nem mindenkit érint mindig, és mégis beszélni kell majd a tiszteletről. A hűtlenség sem érint mindenkit, de mégis beszélni kell a hűségről. Tehát azért mondtam, hogy vannak olyan témák, amik az királyság miatt is beszélünk róla, mert közösen mutatjuk be a tiszteletet például. Közösen mutatjuk be a hűséget, egy gyülekezet be tudja mutatni az adakozást, egy gyülekezet be tudja mutatni a hitet közösen együtt, az egyedülállósághoz való viszonyát is be kell tudnia mutatni Isten népének. Oké. Végezetül azért beszélünk erről a témáról, mert hogyha még nem vagy házas, és ha most megérted, hogy Istennek mi az álláspontja az egyedülállóságról, akkor sokkal jobb lehet a jövendő házasságod, nagyon sok buktatót el fogsz tudni kerülni. Egy igét fogok felolvasni jó hosszan, ki lesz vetítve, engedd, hagyd ringasson téged az ige. 1 Korintus 7.1, de otthon érdemes szembenézni. Bocsánat, még előtte hagyd mondjak valamit. Biztonságöveket most kapcsoljátok be, jó? És ide írjátok fel az egész mögé, az egész fölé, hogy Isten jó. Oké, most rám nézem, még ne keresd azt, hogy mi lesz neked rossz. Isten jó! Most tudom, fordulj a szomszédot, és mondd neki, hogy ne izguljál, jó lesz. Oké, öveket bekapcsolni, indulunk az egyedülállóságnál. 1 Korintus 7.1. Amíg felől, ez Istennek beszéde. Amíg felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni, de a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségnek adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Lebeszéltek arról, a média munkások is, meg a sorokban közülük is, de lett volna egy olyan ige hirdetésem, aminek az a címe, nem, mert ez egy nagyon fontos ige, nem fogok ma erről beszélni, de ezt is fogom érinteni. Ennek az evangéliumhoz van köze. Hagy mondjam el nektek, hogy a szexnek az evangéliumhoz nagyon sok köze van. Jövőre majd visszatérünk erre, jó? Tehát Zacsi és evangélium, ez lenne egyébként ennek az adásnak a címe. Látom, hogy borzolódik a fejed, de az a helyzet, hogy nagyon dühös vagyok, mert rettenetesen fontos köze van egyébként a kettőnek egymáshoz. Most nem fogok erről beszélni, de a lényeg, hogy az evangélium minden területet érinti az emberi életnek. Nem véletlenül van ide beírva Isten szava által, hogy a szexre figyeljetek oda, és csináljátok házasok. Ne vonjátok meg magatokat a másiktól, mert a másikat ördögi kísértésbe fogják taszajtani. És nem az ő bűne lesz elsősorban, hanem a tiéd, feleség vagy férj, mindenki tegye el magának. Oké. Szóval, ez pedig engedményként mondom nektek, nem parancsolat szerint. Szeretném ugyan, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, ennek így, másiknak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak, az özvegyasszonyoknak, jó nekik, ha úgy maradhatnak, mint én. De csak ha magukat nem tudják megtartóztatni, házasságban éljenek. Mert jobb házasságban élni, mint égni. Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. Ezt hallgasd úgy, még mindig nézél rám, hogy itt az ige azt mondja, hogy bármit csinálhatsz, megházasodsz, nem, csak egy dolog, ahogy elhívtak téged, az a legfontosabb. Ki-ki úgy járjon, amire elhívásod van. Nem véletlenül hangsúlyozza ezt itt most Isten az elején. Körülmetérten és minden gyülekezetben eképp rendelkezem. 7:20-tól. Ki-ki, amely hivatásban hivatott el, abban maradjon. Szolgai állapotban hivattál el? Ne gondolj vele, sőt, ha szabad lehet is, inkább élj azzal. 24-es versortól. Ki-ki, amiben elhivatott atyám fiai, abban maradjon meg az Isten előtt. A hajadonok felül nincs ugyan parancsolatom, ezt jegyez meg, parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek. Úgy ítélem azért, hogy jó a jelen való szükség miatt, hogy tudnélik jó az embernek úgy maradnia. Feleséghez kötettél? Ne keress elválást. Megszabadultál a feleségettől? Ne keress feleséget.
de ha veszel is feleséget, nem vétkezel. Ha férjhez megy a hajadon, nem vétkezik, de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Érzitek, remélem, hogy Isten is egyensúlyozik. Mielőtt éppen belehalnál az egyik igébe, rögtön bátorít egy másikkal. De mindjárt megyünk tovább. Én pedig kedveznék néktek. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, akinek pedig van felesége, úgy legyen, mintha nem volna. Aki sírnak, mintha nem sírnának, akik vígadnak, mintha nem vígadnának, akik vesznek, mintha semmiük sem volna. És akik élnek a világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világ ábrázatja. És én azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. Ez Isten álláspontja. Ő azt akarja, hogy gond nélkül, felesleges gond nélkül legyünk. Aki házasság nélkül van, az arra visel gondot, ami az Úré, hogy mi módon kedveskedhetnék az Úrnak. Aki pedig feleséget vett, az a világiakra visel gondot, hogy mi módon kedveskedhetnék a feleségének. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon, aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen egész testében, lelkében, aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, hogy mi módon kedveskedhessék a férjének. Ezt pedig a ti hasznotokra mondom. Nem, hogy tört vessek nektek, hanem, hogy illendőképpen és állatotosan ragaszkodjatok az Úrhoz háborítlanul. Hallom a fejekben, de jó ég, jó lesz, ezt szegyezd meg. De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon lányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történni, amit akar, cselekedje, nem vétkezik, menjen férhez. Aki szilárdan áll a szívében, és a szükség nem kényszeríti, hatalma van a tulajdon akarata felett, és azt végezte a szívében, hogy megtartja hajadó lányát, jól cselekszi. Azért, aki férhez adja, jól cselekszi, de aki nem adja férhez, még jobban cselekszi. Az asszony köti a törvény, amíg a férj él, de a férj meghal, szabadon férhez mehet, akihez csak akar, csak az Úrban. De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint, pedig hiszem, hogy bennem Isten szelleme van. Ámen. Ez Isten beszéde. Az egyedülállóság, kezdem rögtön az elején, az egyedülállóság és a hajadonság, a nőtlenség, az igének a kinyilatkoztatása szerint jobb, tökéletesebb és ajánlottabb állapot, mint a házasság. Azt mondja Isten, hogy ez a legjobb állapot. Figyelj, nyugalom, jó házasság is. De jó lesz a végén, bízzatok Isten, mert Isten jó. De mondjuk az a helyzet van, hogy te esküvő előtt vagy, és elmész a kávéházba az Úrral. Leültök, teázgattok. Beszélgettek, dumáltok mindenféle dologról, jön az esküvő, azt is elmondtad, bírát szeretem, stb. És akkor egyszer csak azt mondod az Úrnak, hogy egyébként, Uram, mi a véleményed a házasságról? Teját korcsolgatja, azt mondja, nagyon örülök neki, hogy férhez mész. De nem, tényleg, apa, mi a véleményed róla? Hát nézd, ha csak beszélgetünk, akkor elmondom. De nagyon szeretem a Józsit, és meg fogom áldani az egészet. Ezt így kell elképzelni, hogy most leülünk, és csak megnézzük, megkérdezzük, hogy Uram, egyébként neked mi a véleményed? A mennyei állapotban? Mi a jobb, vagy mi a rossz? Érted? A te agyad már rögtön beindul, hogy jó vagy rossz. De az igen nem azt mondja, hogy jó és rossz, hanem azt mondja, hogy nagyon jó házasság, és van ennél egy jobb. Oké? De nem mindenkinek jobb. Ez is fontos. Nem mindenki. Van, akinek a házassága jobb. Oké? Kiegyensúlyoztuk? Mehetünk tovább. De ettől függetlenül az Istennek az álláspontja az az, hogy az egyedülállóság az új szövetségben jobb minőséget jelent a mennyei szempontból, mint a házasság. Ez a Szentírásnak az alapkinyilatkoztatás, és ez az alap, ez azért fontos, mert ezek után, ha ezt valaki megérti, hogy vajon miért mondja ezt Isten, akkor fogsz tudni igazán jó házasságot egyébként működtetni. Jó? Meg párválasztásnál nagyon fontos az, hogy te értsd, hogy az egyedülállóság az miért jobb. Na most ez, amit én most itt mondtam, ez teljesen a világi, illetve az egyházi, pünkösdi, karizmatikus, vallási tradíció ellen menő mondat volt. Pedig ez a Biblia. Ezért olvastam fel hosszan. Ehhez képest, amire téged tanítottak, engem tanítottak, és neveltek, és sugalmazták, az ennek pontosan az ellenkezője. Oké. A házasság kötésre az a helyzet, hogy a Biblia szerint az az ember alkalmas igazán, aki éretten
áll hozzá, aki éretten alkalmas, inkább így fogalmazzak, aki nem akar igazából mindenáron megházasodni, az már alkalmas a házasságra. Aki képes házasság nélkül élni, és a szívében megértette, hogy nem Józsi vagy Gizella fogja őt teljessé tenni az életében, hanem egyedül Jézus Krisztus. Ha ezt valaki megérti a szívében, és meg, áment mondasz, de ez nehéz ügy, de ezt valaki elkapja ezt az Istennek a látását, hogy miért, akkor az az ember éretté válik egyébként a házasságra. Nyilván nem mindegyikünk így megy a házasságba, és nyilván utána is lehet Isten egy jó házasságot fel tud építeni. Tehát én most a mennyei állapotokról beszélek, az igének a mércéjéről, de van egy nagy kegyelem, ezt is mindig kalkuláljátok bele. Egy egyedülálló életvitel Isten szemében egy jobb állapot, az a helyzet, ezt mondja az ige, hogy ez a jobb állapot. És ha ezek után te házasodni akarsz, akkor nagyon jó, fogja Isten támogatni. De az a helyzet, hogy emlékeztek erre az igére, amit itt van. Ezt azért mondom, atyámfél, mert az idő rövide van szabva. Akinek van felesége, úgy legyen, mintha nem volna. Ezért beszél itt az ige erről. Nem függhetsz a férjedtől, és nem függhetsz a feleségedtől. Ha ez az ige azt jelenti, tudnék, és nem lehet, hogy egyedülállóság témakörben szerepel, hogy akinek, ha van is felesége, vegye úgy, mintha nem volna. Most ez nem azt jelenti, hogy reggel felkelsz, nem szöszönsz neki, bunkó vagy, és úgy semmibe veszed. Ez nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy nem függesz tőle. Nem függesz az érzelmeitől. Nem igazán, hanem Istentől függesz. Ennek pedig a szeretethez van köze. Nem akarok most nagyon belemenni, de igazi szeretetre az képes, aki független a másiktól, aki Jézustól függ. A szeretet, az agapé, az csak szabadságban képzelhető el. Csak szabadságban. Nekem egy olyan nagy tanítást adott Isten az elmúlt másfél évben pontosan erről, hogy nincs igazi szeretet szabadság nélkül. Ha függőségben vagy egy másik embertől, akkor te nem vagy szabad arra igazán, hogy te szeresd azt az embert. És ő sem lesz arra szabad, hogy téged szeressen igazán. És ezért mondja itt az ige, hogy ha van is valami anyagiad, akkor vedd úgy, mintha nem lenne. Adjad, vegyed, értitek, hogy kell egy ilyen hozzáállásnak lenni a világi dolgaidhoz, mert egyedül jöttél be ebbe a világba, egyedül fogsz innen elmenni, semmi sem fontos annyira, mint az Istennel folyamatosan meglegyen a kapcsolatod. Ha ez jó helyen van a szívedben, akkor nagyon jó feleség és nagyon jó fér leszel. Akkor nagyon fogod tudni szeretni a másikat, és egy ugyanilyen ember a másik oldalon nagyon fog tudni téged szeretni igazi szeretettel. Ezért függ össze a házassággal is az egyedülállóságnak az igéi. Azt mondja itt Istennek az igéje, hogy ez azért egy hideg zuhany, mert azt mondja itt az ige, hogy például a házas élet az engedmény, az nem parancsolat. Azt mondja, hogy hát én ezt engedményből mondom, ezt a szexualitást például mondja itt az ige. Igazából az lenne jobb, ha nem is lenne erre szükséged. Most őszintén, mi magunk között vagyunk pár ezer ember az online térben. Azért mennyi gondot okoz a szexualitásunk? Elég sokat, nem? Itt egyikünk se tudná azt mondani, hogy tiszta kezeket tudok én mindig fölemelni az Úrhoz. És ezt a házasok se tudják elmondani. A házasság ezt nem oldja meg. Ezért mondja azt az ige, jobb lenne, ha te tiszta tudnál maradni, független attól, hogy házas vagy, vagy nem vagy házas, mert akkor vagy szabad. Aki házasságba úgy megy be, hogy nem szabad a szexualitástól, az a házasságban sem lesz szabad. Hogy mondjam el nektek, hogy az az ember, aki küzd a pornóval vagy önkielégítéssel a házasság előtt, és azért akar megnősülni, férhez menni, hogy ne küzdjön vele, az ugyanúgy küzd a házasság után is. Mert valójában nem a házasságtalanság volt a problémája, hanem a függősége. Hogy függ. Megyünk még mélyebbre, jó? A házasság nem oldja meg a szexuális és nem oldja meg az uralmi problémákat. Ha függőségben voltál, akkor az maradt utána is. Ha 30 évig anyád házában laktál, és még kiszolgálják az életedet, 40 éves fiúként vagy nőként, most ez mindegy, és eléd hozzák a reggelit, meg stb., akkor te miért akarsz megnősülni, férhez menni? Hát akkor te egy újabb anyut keresel. Általában. Ezt most csak kedvezésképpen teszem hozzá. Megházasodni nem azért kell,
hogy legyen a szex, hogy a bűnt, az önkielégítést elkerüljem. Gondolj már bele, hogy ez hogy esne mondjuk a házastársadnak, hogy Rozália, én azért veszlek el, mert én már nem bírok az önkielégítés bűnével, ezért jobb, hogyha te leszel, és akkor majd téged használnak. Te egy testi tárgyat veszel el, hogy a te problémádat megoldjad. És ezért nem partner ebbe is, te azt mondani, hogy meg fog maradni a függőséget. Ha ezért nősültél meg, ez nem egy jó alap, tudnélik. Amen. Isten ajánlása azt mondja, mert ez egész fölött van egy vallásos máz. Házasodjatok össze, mert minden jobb lesz. Hát most itt állnának ki az emberek, gyerekek, és mondanák el, hogy mi van a házasság után. Nem feltétlenül azt fognád kihallani, hogy minden jobb lesz. Sok mindenben jobb, de azért nem mindenben. Isten ajánlása tehát ez, első szinten vagyunk, hogy jobb, ha maradtok hajadonok. Ha megérted és beengedted ezt a szívedbe, hogy miért, akkor jobb lesz a házasságod is. Mert nem a férjedtől fogsz elvárni valamit, és nem a feleségedtől fogsz elvárni valamit. Nem őt fogod hibáztatni, ha valami nem jön össze, hanem Istennel fogod tudni ezt lerendezni. Az a helyzet, hogy amikor elrontasz valamit, vagy a partneri kapcsolatban valami nem stimmel, akkor nem kell majd ilyenkor majd azt mondanod, hogy Géza a hibás, hanem tudsz menni az Úrhoz, Uram, az én döntésem volt, én mentem férhez, én nősültem meg, ez az én döntésem volt, senki nem kényszerített rá, ezért én Józsit nem is akarom kárhoztatni, velem csinálj valamit, mert ez így most nem működik. Ne keress elválást, ezt mondja az ige. Ha benne vagy, ne keress elválást, ne keress feleséget, de ha nem bírod ki, ha mégis keresel feleséget, akkor sem vétkezel. Ennyi. Most megint egy kemény mondat lesz. Nem vétkezel. Ez Istennek az álláspontja. Egyébként, ha megkezded a teázás közben, tudom, és a házasságról, Uram, apa, mi a véleményed? Havargatja a teát, keresi a szavakat. Hát nem vétkezel. Most ezt tedd oda, hogy mi a pünkösdi karizmatikus közösségeinkben milyen piedesztára emeljük az egész házasságot, olyan szintre, hogy egy egyedülállók agyon vannak ezzel nyomva. Még nem vagy nős. Jaj. Tényleg. Én nem szeretnék élni. Ez egy varázslás egyébként. Isten azt mondja, hogy nem vétkezel. Nyilván ez egy jó dolog, és szeretném hangsúlyozni. Házasságpárti vagyok, és egyedülállóságpárti vagyok. Mind a kettőt pártolom, kikinek az elhívása szerint. Az Isten oldalán állok ebben az ügyben. Amen? Oké. Okay. Most ez miért nagyon fontos? Azért, mert azt mondja, hogy nem követsz el bűnt, ezt mondja Isten, de lett volna egy jobb megoldás. De ha már álló fiúk, ha már megnősültetek, akkor nincs jobb megoldás. Akkor ez most a jobb megoldás. De ez tényleg így van, ezt az ige mondja. Ez mind előtte érvényes. Ez a menny álláspontja. Gondolj el, én nem mertem sose megcsinálni, mert tudod, pásztorok, amikor összeadnak embereket, mindenfajta jót mondunk, ez, az, stb., de hogyha mondjuk az atya, gyere, add már össze ezt a kettőt, akkor az ő prédikáció annyit lenne, hogy hát nem vétkeztek, ámen. Hát mindenki hanyat dőlne, nem, hogy kicsivel több biztatást vártunk volna, de ebben nagy biztatás van egyébként. Oké. Okay. Ahhoz, hogy a házasságod és a párkeresésed jó legyen, meg kell értened, hogy Isten szerint miért jobb állapot az egyedülállóság. Megint gyorsan mondom, a házasság az a menny találmánya, ez szintén fontos, az egyedülállóság is a mennynek a találmánya, de a házasság is. Nem emberi találmány a házasság, a mennyből van kijelentve, a mennyből származik, és mennyei állapotú tud lenni egy házasság, ha a mennyei minta szerint csinálják. Ámen, köszönöm. Két jó állapotról beszél itt az ige, ezért mondja azt, hogy jó, ha valaki megházasodik, de jobb, ha nem. Magyarán nem rossz vagy jó, hanem jó és jobb. Megnyugodtunk? Nagyon jó állapot és jobb állapot között kell dönteni, hogyha egyedülállóságról beszélünk. De az egyedülállóság magasabb értékrendűnek. Hát ez van. Az egyedülállóság az új szövetségben magasabb szellemi értékrendűséget jelent ki erről Isten, mint a házasságról. Ezt viszont ki kell tudni mondani, mert ezt mondja az ige.
Mi az üzenete az egyedülállóságnak, hogy Isten így látja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nem egy ilyen szegényként, mert így alakult. Van-e üzenetértéke egy házasságnak? Előbb beszéltünk, hogy igen. Van-e üzenetértéke annak, hogy például gyereket vállaltál a kora kereszténység korában? Volt bizony, mert az abszolút azt jelezte keresztényként, másnap vittek az oroszlánok elé, vagy 3 hét múlva, és te mégis gyereket vállaltál, az azt jelentette, hogy teljesen biztosan tudod, hogy hiszed, hogy a mennybe fogtok kerülni. A mai korban is egyébként üzenetértéke van annak, hogy valaki gyermeket mer bevállalni. Amen. A mi cselekedeteinknek, a mi tetteinknek, hívőknek sokkal többlete, van egy többlet jelentése azoknak a dolgoknak, amiket teszünk, mondunk és cselekszünk. Szándékosan kerülöm ezt a szót, hogy profétikus életvitel, de az a helyzet, hogy tényleg a keresztények egy profétikus életvitelt élnek, mert többet jelent az életed, mint amit te gondolsz. Mózesről, ha már itt tartunk, zsidó levélben, amikor emlékeztek, fel van sorolva a hithősei között. Nem az van felsorolva, hogy és Mózesnek akkora hite volt, hogy azt mondta, hogy Vöröstenger ketté nyílik, és ketté nyílt a Vöröstenger. Nem ez van megemlítve, hanem mi van megemlítve? Az van megemlítve, hogy Mózes Egyiptom gazdagságánál jobbra értékelte, nagyobbra értékelte a gyalázatot, amikor Isten népét választotta, hogy velük együtt nyomorogjon. Egy életvitel lett megemlítve a zsidó levélben. A hősöknél, Mózesnél, aki sok csodát csinált, az életvitelét írta le a zsidó levél szerzője az ige, hogy az életvitele miatt van ő ott megemlítve. A döntései miatt. Az életed egy bizonyság. Amikor te eljössz gyülekezetbe, ez önmagában egy bizonyság. Nem mindenki, most ebben nem akarok belemenni, ahogy egyre nehezedik a helyzet, és nehezedni fognak majd az évek alatt a helyzetek, abszolút azt fogod látni, hogy az, hogy te megéled az Isten által adott igei igazságokat, valóságokat, ez gyakorlatilag, és lehet, hogy a legjobb jobb fej vagy, jó indulatú vagy, semmi baj nincsen, de mégis lesznek olyan határpontok, amikor Isten azt fogja mondani, hogy gipszakap, figyelj ide, értem, de most vagy elmész a közösségbe, vagy én ott leszek, de te már nem leszel benne. Mert ez nem most van, szeretném hangsúlyozni. De lesznek ilyen idők, amikor egész egyszerűen már minden nagyon fekete vagy fehér lesz. És hogyha akkor úgy élsz, hogy a házasságod a mindened, a gyereked a mindened, a pénzed a mindened, az állásod, a szomszédodnak a véleményei a mindened, akkor itt fogsz ragadni. Ezt hirdetnem kell nektek, hogy közel az elragadtatás. Muszáj erre koncentrálnod. Lehet, hogy nem ma lesz, nem holnap, lehet, hogy még 5-10 év, de értsétek meg, közel van. Közel van a mindennek vége. Be kell emelned abba, hogy jól élj, örömmel, hittel, reménységgel, de a célra már oda kell figyelned, oda kell tartanod, nem reszketve, meg begörcsölve, mert nem szintén nem az Istennek az akarata, de oda figyelni már. A döntéseidnek egyre nagyobb jelentősége lesz. Oké, visszatérve erről a bizonyságról, hogy például Pál apostol, aki nem volt házas. A legnagyobb kijelentéseket ő írta a házasságról. Mit mutat ez neked? Az, hogy ha szellemben mozogsz, ha valaki szellemben Istennel együtt jár, akkor olyan kijelentéseket tud megkapni, hogy nem kell hozzá megélned az adott állapotod, de simán meg fogod tudni kapni Istentől a kijelentéseket. Amen? Ez majd mindjárt később fontos lesz. Még valami fontos tisztázni, az egyedülállóknak mondom, de nektek is, a többieknek. Egyedülállóságról beszélünk, nem magányosságról. Minden konfin, amikor erről tanítanak, szinonímaként használják ezt a szót. De ez nem igaz. Ez nem szinoníma. Az egyedül, ezt a házasok szintén el tudják mondani. Nagyon sok magányos házas ember van a házasságban. A magányosság tudnélik egy állapot, egy érzés. Egy érzület. Az egyedülálló valóság pedig egy állapot. Ez nem értitek, ez nem lelki és érzelmi dolgok ezek. Tehát aki egyedülálló, az nem feltétlenül úgy kell nézni, hogy milyen magányos. Teheti magát azzá, érezheti magát úgy, de az ige azt mondja, hogy egyébként ez az ő felelőssége. Mindjárt megnézzük, hogy miért. Oké, a házasságról beszéltünk az előbb, csak megint egy ilyen kis visszautalásban. Igazából a házasoknak az egyik feladatuk az életvitelükben, hogy bemutassák Jézusnak és a mennyasszonynak a egyre javuló viszonyát, és valahogy tulajdonképpen egy házasság az a jelennek, a jelen üzenete, tehát a jelen való világnak szóló üzenet.
Mert amikor rátok néznek, azt mondja az ige, hogy látják a Krisztusnak és a mennyasszonynak a viszonyát. Férjek, nektek úgy kell szeretni a feleségeteket, ahogy Krisztus az egyházat. Ez ide a jelenbe szól. Ellenben az egyedülállóság az a jövőnek a reményteljes üzenetét képviseli. A jövőbe, hogy majd lesz egy korszak, lesz egy kor, amikor már nem lesz se házasság, se szegénység, semmi nem lesz, mert minden teljességben lesz. Egy új korszaknak az előhírnökeiként kéne, hogy éljenek az egyedülállók, ha felismerik ennek az igazságnak a dicsőségét. Az a helyzet, hogy egy egyedülállóság az nem csak egy életforma, nem csak arról szól, hogy több ideje van a kirányság dolgaira, hanem arról tartott hitvallomás, hangsúlyozom, egy évig, öt évig vagy életed végéig, oké? Okay? Jó, meg vagyunk. Tehát amíg egyedülálló vagy, addig ez egy lehetőség arról hitet tenni, hogy Krisztussal az élet többet ér, mint hogy itt sírdogáljak. Hogy Krisztussal az élet többet ér, mint bármilyen más megalkuvás. Hogy Krisztussal az élet többet tud érni, mert a jövő reményteljes üzenetét átvettem, és abban élek, és arra nézek. Ámen? Oké. Okay. Na, ehhez képest a biblikus az egyedülállóságnak van egy fizikális megmutatása egy olyan tabudöntögető üzenetnek, amitől a mai napig hanyatt esnek majd az emberek többsége. Pedig az egyik legjobb tabudöntögető Jézus Krisztus már megfogalmazta. Ezt mondja. 10:29 Márk. Jézus így felelt, bizony mondom, nektek senki sincs, aki elhagyta a házát, fiú testvért, nő testvért, apját, anyját, feleségét, gyermekét, szántófüggelyeket. Én érettem is az evangéliumért, hogy ne kapna százannyit most ebben az időben házakat, fiú testvéreket, nő testvéreket, anyákat, gyermekeket, szántófüggelyeket üldözésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Van még jó pár, igen, nem fogom felolvasni. Jézusnak van egy radikális üzenete a magyar egyház, meg te feléd is. Ez pedig az, a családnál, a vérszerinti családnál többet ér a szellemi. Nagyon jó, ha kettő együtt van, de a mennyálláspontja az új szövetségben a vérszerintit fölülírja a szellemi. Ez jelenleg egy olyan gombóc a keresztényeknek egy jelentős részénél, amit nem tudnak még lenyelni. De ha megvizsgálnák egyébként az életüket, ezért van az szerintem, hogy különbség van a között, akik a gyűliben jól érzik magukat, és tényleg anyára, apára, bácsra, tesókra, és nem tökéletes emberekre, hanem ilyenekre leltek, mert valahogy ezt könnyebben megemésztették, az elején könnyebben lemondtak arról a nehézségről, amikor bemondták neked a rokonaid, ha nem jössz el a vasárnapi ebédre, akkor szektás vagy, de te mentél gyülekezetbe, értitek, hogy hol kezdődnek az apró döntések? Lehet, hogy 10 év után azon csodálkozol, hát mi van az, hogy nekünk minden családi programunk vasárnapra esik, meg úgy Isten is van, nem tudom, ezek meg ott mindig, és 10 év után látni fogod a különbséget. Nem Isten szereti jobban azokat, akik gyűlibe járnak, hanem 10 évvel ezelőtt jobb döntéseket hoztak. Finom, apró kis jobb döntéseket. Érdemes. Érdemes konfrontálni Isten dolgaiban. Hangsúlyozom, Isten dolgaiban, a családoddal, a rokonságoddal, a férjeddel, az anyáddal, az apáddal, aki a világban van, és azt mondják neked, hogy jaj, hát mi csak vasárnap 10 órára tudtuk tenni a születésnapot. Egyébként miért is? Miért? Tesó, senkit nem bántottam soha azért, ha vasárnap nem jött gyűlibe, mert családésemből. Ezt tanulom az ég. Soha nem, senkit nem szóltam le ezért. De ha megkérdezel engem, akkor megmondtam mindig, hogy figyelj, ez a te hatalmad. Nekem is megvolt a szívás. Engem is lesátánoztak, leszektásodtak, bevállaltuk a Szabinával. És pár évig kicsit zrív volt a családi helyzet, de ezzel párhuzamosan mi nagyon sokat kezdtünk szolgálni az apósom felé, hogy meglássa a munkámból, az életvitelemből, hogy azért nem vagyok teljesen bolond, és ez hitelesítette, és ma már, amikor szülinap van, rendezvény vagy, hogy bármi, akkor az apósom az, aki azt mondja, pedig világi, hogy tudom, vasárnap nem, megpróbáljuk szombaton vagy délutána tenni. És ő igazítja. Érdemes. Vagy mindig ezt a kis kettősséget akarod megjátszani? Meg lehet. Az Úr akkor is szeretni fog téged. De ne várd a teljességet. Mert az Úr visszás a visszáshoz. Ez egy alapelv. Ahogy te az Istennel, van egy rész, amit ő is úgy fog, nem azért, mert ő nem szeret, hanem egy bibliai alapelv, hogy azt tudsz kiemelni az Istenből, ahogy te őt látod, megnyitod magad, amilyen módon te élsz vele. Tehát nem ő zárkózik el előled, hangsúlyozom, hanem csak te ennyit tudsz kivenni belőle. Oké.
kezd mindenki befagyni. Jól van. Hogy végezze az ige a dolgokat? Az egyedülállóság azért egy radikális üzenet, meg megpiszkálja bennünk azt, amit a testi természetünk, a testi dolgaink, hogy egész egyszerűen a családi állapotok nem vérszerintiek, és a földi részen véget fog érni a családi állapotod, a vérszerinti családi állapotod. Itt a földben véget fog érni. Na nézzünk két. Ja, még azt is megpiszkálja, csak most nem fogok tudni kitérni, a szexualitást. Mert ezért mondtam, igen, és ezért mondja itt az ige. Az a általános nézet a világban mindenképpen, de még az egyházban is beszivárgott, hogy jó, hát a szex nélkül nem lehet élni. Ezt ki mondta? De ezt ki mondta? Nagy a csönd. Lapozzátok fel a Bibliám, hogy hol mondta azt Isten, hogy szex nélkül nem lehet élni. Mert nincs ilyen benne, majd erről később beszélünk. Na nézzünk két mumus igét. Ez a két mumus ige az, amit ha felhoznak Gyüliben, nem házasoknak, szingliknek, vagy stb., akkor a szinglik már gyomorgörcsben azt mondják, hogy ne ezt okozza már. Mert ez általában indirekt módon a házasság mellett szokták egyébként felhozni, csak ez a nem házasokat egy ilyen gyomorszúrásként éri folyamatosan. Ez a két igének tökéletes alkalmazásával bárkit meg tud sérteni, aki még nem házas. Az egyedülállók ilyenkor szoktak menekülni. Mert ilyenkor kiderül, hogy mennyire nem természetes és furcsa, áldatlan állapot, hogy te még nem vagy házas. Ságünk. 1 Mózes 2.18. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki hozzáélő segítőtársat. És ezt szokták az arcodban mondani, Petikén, meg kell nősülnöd, nem jó az embernek egyedül lenni. Ne érezd magadat jól. Sőt, érezd magadat rosszul. Hát én mellé rosszul érzem magamat, hogy nem vagyok még házas. Jó, nagyon jól teszed, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Én nem tudom, ki találta ki, de ez az ige nem a házasságról szól. És mindjárt megláthatok, hogy miért nem. Nem jó az embernek egyedül lenni. Ez egy vitathatatlan igazság. Amen? Mert az Isten a legelején ezt az egy mondatot, ezt az emberi létezés, az emberi fajnak, az embernek, mint embernek, tehát az emberi létezés egyik alapfundamentumaként közli, nyilatkoztatja ki, hogy nem jó az embernek egyedül. Tényleg nem jó az embernek egyedül. Az ember egy társas lény, így teremtette Isten. És Isten nem csak magában, nem csak az Istennel vagy jóban, mert Istennel, csak Istennel lenni, az nem elég az embernek. Kellenek embertársak, emberek kellenek ahhoz, hogy én jól tudjam magamat érezni. Ezért az egyedülállók se érezzék magukat, ilyen túl, nem ennek ilyen túlvallásos idő, csak az Úr, mert nincs ilyen hülyeség. Úgy lettél teremtve, hogy van az Úr, és vannak az emberek. És ha te csak az egyedülállóként így gyüliből gyülibe, nem is beszélgetsz, nincs is hobbid, még egy sorozatot sem nézem, mert szent vagyok. Akkor te nem vagy ember. Az ember tudnélik, az embertársaival is kapcsolódnia kell. Így lesz egészséges. Amen? Halleluja. Hidd el, nem vagy olyan jó társaság, hogy egész életedben csak magaddal foglalkozzál. Na, de ez már jobb, azért kezd jobb lenni. Ez a mondat, hogy nem jó az embernek egyedül, ez az emberi létezésről szól, és nem azt mondja, hogy na ezért aztán Józsi nősülje meg. Mert ha megfigyeled, ez indirekt módon megint az egoizmus táplálja, Józsi, neked nem jó, hát nősülj meg, mindegyikit veszel el, neked nem jó. Marikának se lesz jó, de neked legalább jobb lesz. Mert ezt erősíti. A motiváció nem tiszta, ha valaki azért akar megnősülni, mert annyira rossz már egyedül. Hát ha neked rossz egyedül, az egyedülálló életformában, akkor te még nem értetted meg, hogy mi az élet. Mi a létezés. Egy ilyen embert beengedni az én lányomhoz, akinek fogalma nincsen, hogy mi az élet, nem fogom beengedni. Hát ha egyedül magát nem érzi jól a Józsi, akkor a lányom mellett se fogja joga magát jól érezni, de a lányomnak is rossz lesz utána. Ezek fontos igazságok, ezért mondja itt az ige. Az ige itt nagyon pontosan fogalmaz, Ádám egyedül volt, és ez nem jó. Belegondoltál már, hogy Ádám egyedül állósága az milyen volt? Az nem olyan volt, mint most, hogy nincs, akivel összebújjál. Ádámnál a plázák tök üresek voltak. A mozi tök üres volt. Az utcák, városok, kikötők tök üresek. Egy darab ember nem volt. Nem volt a fajtájának egyetlen képviselője.
Egyszer megnéztem egy nagyon hülye sci-fit, nem tudom, egy-két éve, ahol valakit fölküldtek, nem tudom, Marsra, nem tudom hova, és tök egyedül volt, és már titán, vagy titánra. Szerintem ördög egyébként a film, tényleg ne nézzétek meg, a végén éreztem, hogy van egy nagyon gonoszság egyik az egészben. De volt a végén egy jelenet, hogy ott áll, és ott a titán bolygó, és belegondoltam hirtelen, hogy fajtájának egyetlen képviselője, milliárd fényévre a Föld, meg nem tudom, és tök egyedül egy nagy bolygón. Na, hát ez volt Ádám. Ő tényleg egyedül volt. Na, ez tényleg nem jó állapot. Na, ez tényleg nem jó. Ezt teszek mellé egy segítőtársat. Na, most ügyelj. Ezt az igét használni arra, hogy a szingli élet rossz, és föl kell számolni mindenképpen, mert meg vagyon írva az 1 Mózesben, hogy érted, az a helyzet, hogy az önző motivációt erősíti meg az emberben. Házasodni azért érdemes, testvéreim, mert van rá elhívásod. Azért érdemes házasodni, mert van rá elhívásod, hogy szolgálj és szeress egy másik embert. Szolgálj és szeress egy másik embert. Azt az embert, akit számodra Isten erre kijelölt, megalkotott, és akivel egyé válva tudjátok betölteni egy közös nagy küldetést. Ez a házastának a rövid meghatározása. Ezért érdemes megházasodni. Kuki miatt, meg azért, mert nem érzem magamat jól egyedül, nincs moziba mennem senkivel, ezért nem szabad megházasodni, mert rossz lesz neked a házasságodban. Meg a másiknak is. Oké. Okay. A házasság, azt mondja itt az 1 Korintusban, ha emlékeztek, hogy a házasság egy kegyelmi ajándék. Ott a karizma szót használja. Kinek-kinek kegyelmi ajándéka vagyom? Magyarán bármi furcsa, a házasság is egy kegyelmi ajándék. Magyarán, ami a lényeg, nem automatikusan az emberi fajságodhoz tartozik, hogy neked mindenáron meg kell nősülnöd és férhez kell menned, mert ember vagy. Nem. Hát mert vagy értesz hozzá, vagy nem. Hát én hiába akarok Moszkvában balerina lenni, egyszerűen se az alkatom, se a képességeim, az elhívásom ezt nem tükrözik. Nagyon sok energiával, pénzzel és idővel nyilván be tudnám magamat vétetni a moszkvai balerinába, de hát nem lenne jó az a házasság. És csomóan így ugrátok a moszkvai balerinában. Bolsolyba, nem tudom, hogy hívják. Köszönöm szépen. 1 Mózes 1.28. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a földön csúszó mindenféle állaton. Na, ez szintén egy használt ige a házasok elősegítése érdekében. Megvan írva, hogy be kell szaporítani a földet. Még mindig nem vagy nős. Meg vagyon írva. Töltsétek be. Szaporodjatok, sokasodjatok. No, ez szerintem szintén egy elég megalázó gondolat. Marikám, gyere ide, mert meg vagyon írva 1 Mózesben. Szaporodnunk kell és sokasodnunk, be kell tölteni a földet. Most még képes vagyok rá. Mi ez már? Ezzel alátámasztani azt, hogy miért kell megházasodni? Most komolyan. De ezt csinálja az egyház. Ezeket az igéket szokta előhozni. Meg vagyon írva. Mi vagyunk megírva? Nekem pásztorkörön pár évig volt egy kedves ember, tényleg kedves, tényleg normális, ez fontos, tényleg kedves, jó indulatú, és mindig azzal jött, amikor találkoztunk, hogy na, hány gyereked van, mondom, egy, mondja, meg vagyon írva, tudod, szaporodjatok, sokasodjatok, egy gyerek, nem gyerek, kettő, háromnál kezdődik a sokasodás. Ezt én hallgattam egy darabig, és aztán pár hónap után, amikor megint jött, na, mennyi gyereked van még, mindig csak egy, meg vagyon írva, én meg azt mondtam neki, hogy figyelj tesó, az is meg vagyon írva, hogy a hamis prófétákat megkövezték. Mondom, figyelj, te nagy tisztelettel, honnan tudod, hogy nekem hány gyerek van kirendelve, az én hitem hol tart, az én érzelmi szintem, hitem, képességem hol tart? Egy, speciál most úgy érzem, hogy éppen eléggé meghaladja az én dolgaimat, majd szólok, látni fogod, ha lesz 2, de egyébként meg, hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, tehát Ábrahám is úgy megvolt egyedül, Istennek is egy fia van, Jézus. Most mondd azt az Úrnak, Uram, meg vagyon írva. Értitek, hogy hol jönnek be a vallásos, amik teherként nehezednek ránk, és nem leszünk szabadok, mert Isten szabad, és mégis kötött, ez olyan furcsa Istennél, ez az izgalmas az Istenben.
Szóval, és ez megint csak mondom, hogy ez lerontja egyébként az egésznek az értékét. Szóval azért elvenni egy csajt, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, hogy legyen gyerek, szüljél még anyukám még négyet, mert meg vagyon írva. Hát ez micsoda? Ez testként használod ilyenkor a másik embert. Szerintem Isten nem így gondolkozik a házasságról. Oké. Az egyedülálló vagy önálló életvitelt folytató ember, az önállóan éli az életét, ez egy nagy különbség, mármint otthonában. Míg aki házasságban van, az egy sorsközösségben éli az életét az otthonában, egy mindennapi sorsközösségben. A házasságban élők tulajdonképpen két olyan, alapvetően két fő bibliai dolgot tudnak megtapasztalni, amit valóban egy egyedülálló nem tapasztalhat meg. Az egyik a gyerekszülés, a másik pedig a szexualitás. Ezt a kettőt valóban ez a házasságban van behelyezve Istennek ez az áldásai, de tulajdonképpen ezen kívül egy biblikus, tehát biblikusan az egyedülállóságot biblikusan megélő lány vagy fiú minden más dolgot meg tud tapasztalni egyébként Isten királyságában. Minden mást. Nyilván karácsonykor kicsit nehezebb, nyilván nem tudsz a pulcsihoz hozzábújni, nem gúnyolódom, nyilván vannak nehezebb, de egy házasságnak is megvannak a nagyon nehéz részei. Másfajta nehézséggel rendelkezik az egyedülálló, és más karácsonykor, és más a házas. Hidd el, hogy mind a kettőnek vannak nehézségei. A Biblia tehát nem támasztja alá ezt a közkeletű gyülekezeti vélekedést, hogy a házasság feltétlenül jobb lenne, vagy Istentől egy kívánatosabb állapot lenne. Sőt, én azt látom, hogy az Új Szövetségben egyre inkább az ellentétes álláspontra helyezi egyébként a hangsúlyt, tehát is azt mondja, hogy jobb állapot az egyedülállóság. Ebből kifől, amivel a gyülekezetek, pásztorok, vezetők, jóindulatú emberek szerintem nem teljesen biblikusan látják ezt a kérdést, ezért nem is biblikusan állnak hozzá az egyedülállókhoz. És tulajdonképpen egy olyan állapotnak tekintik, kommunikálják, amivel azt kommunikálják, hogy ezt azonnal föl kell számolni. Minden héten oda mennek hozzád, nagy jó indulattal, tudjátok, nem csak a pásztorok, hanem a Gyuri tagok is, hogy mondják, hogy Jucu, na? Van már valaki? Mikor mész már férhez? Mint ha rajta múlna, nem? Hát idáig is férhez akart menni, és oda jössz minden héten hozzá, vagy minden hónapban. Na? Hm? Mikor mész már férhez? Mi a jós nő vagy? Mondd meg, engem is érdekel. És ezzel mennek folyamatosan, ez egy presszúra. Egy hamisság egyébként ebből a felfogásból. Én egyébként szívesen megcsinálnám, nekem nincs lakásom, mert abban ebben lakunk a Szabinával, de ha oda jönne hozzám minden héten valaki, és azt mondaná, hogy na, van lakásod? Először azt mondanám, hogy kedves, hogy még nincsen, imádkozz értem. De ez menne két éven keresztül, hogy minden hét oda, még mindig nincs lakásod. Imádkoztál? Bőjtöltél? Lehet, hogy nem vagy elég jó ember, tudod, mert Isten megáldja, és akkor lehet, hogy van, és akkor elkezdődik az, hogy miért nincs neked lakásod? Miért nincs nekem még férjem? Miért nincs nekem még feleségem? És beindul az ördögi önvád, hogy biztos bennem van a hiba, biztos nem vagyok elég jó, nem vagyok elég értékes, nem vagyok elég szerethető, Istennek is baja van velem, meg mindenki másnak is, és ezért vagyok még egyedül. De ez, hangsúlyozom, egy hamis teológiai elképzelésből származó ördögi gondolkodásmód. Ebből meg kell térni. Tudod, jönnek aztán ezek, amikor esküvőre megyünk a gyülekezet, csokor, vagy éppen nem kaptad el, vagy valami, nem, mindegy, oké? És akkor jönnek a mamik, és akkor azt mondják, legközelebb te következel. Honnan tudod? És 20 millióért hallottam már. Legközelebb te következel. Nem mondom azt, de hogyha temetésre mentek, akkor az ilyen mamáknak nem mondjatok semmit. Egyikkel sem szabad profétálni, legközelebb te következel. Oké, megértettétek. A legtöbb gyülekezet, de ezt nem tudom, hogy a történelmiek hogy vannak ezzel, mi keresztény karizmatikus gyülekezet, tehát mi most a karizmatikusokról beszélünk magunkról, én azt látom, hogy valamifajta hiányosságként és veszteségként tálaljuk az egyedül állóságot, mint életszakaszt vagy mint elhívást, és valahogy az ilyen testvéreket, hát nem teljesen kimondva, de
de nem tekintjük teljes értékűnek, nem becsüljük annyira, mint a nagy vérségi családdal rendelkező négy gyerek putton, stb. Érted? Egyszerűen valahogy azt mondjuk, hogy itt valami még hiányzik. Na, megyünk beljebb az igében. Nem veszük figyelembe igazából Jézusnak a szavait. Jézus ezt mondja Máté 19:12. Vannak, akik születésüktől fogva alkalmatlanok a házas életre, vannak, akiket az emberek tettek azzá, vannak pedig, akik a mennyek királyságáért önmagukat tették alkalmatlanná a házasságra. Aki ezt el tudja fogadni, az fogadja el. Ezek Jézus szavai. Megnézzünk pár dolgot. Egy. Isten szerint tehát vannak olyan emberek, akik nem alkalmasok a házasságra. Ezt meg kell értened. Nem értéktelenebbek, nem rosszabbak, nem kisebb a hitük, és így tovább. Nem csúnyábbak, nem rondábbak, csak egyszerűen nem alkalmasak a házasságra. Nem defektetek, nem fogyatékosak, csak nincs rá kegyelmi ajándékuk. Ismersz ilyen embert? Remélem nem a házas feled az. Így szeretném mondani, hogy ha már házasságban vagy egy ilyen emberrel, aki nem alkalmas, nem lett volna alkalmas egyébként a házasságra, akkor sincsen nagy baj, akkor Krisztus... Ezt most nevettek. Márján, bocsánat, ha mind a két fél, fontos, ha mind a két fél megragadja Krisztus keresztjének tanítását, gyertek el a házaskurzusomra, tényleg, akkor egy zseniális és fantasztikus jó házasságot tud az Úr összehozni akkor is. Mert Istennél nincs lehetetlen. Istennél soha nincs lehetetlen. A legrosszabb, meghalott, halott házasságból is, ha a két fél akarja, és Krisztusnak az alapelveit megértik, és elkezdik alkalmazni, abból egy szerelemteljes, sugárzó, boldog házasság lesz. Amen? Halleluja. Ezt mindig jegyezzétek meg, hogy Isteni a végső szó. Tehát vannak, akik nem alkalmasok a házasságra, nem erre van kegyelmi ajándékuk. Ugye megint csak mondom azt, hogy a legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy házasságra és gyerekvállalásra mindenki alkalmas. Ugye? Erről beszélgettünk még Gábor annak idején. Hogy egész egyszerűen ez is egy hazugság, egy hamisság, mert a gyermekvállalásra sem mindenki alkalmas, menj végig az utcákon egyébként. Nem mindenkinek alkalmas egy gyermek, és látszik az életükön, az egésznek a gyümölcsén. Mert nem zeni egy dolog, de egy gyerekkel kezdeni valamit, felnevelni, és így tovább, az megint egy másik történet. Isten maga állítja, hogy nem automatikusan az emberi létezésből fakadó képesség, készség az, hogy megházasodj és gyereked legyen, és ezért csak visszautalok az 1 Mózesre, hogy ez is jelzi ez, amikor itt Jézus azt mondja, hogy vannak, akik születésüktől fogva alkalmatlanok a házasságra, ez is igazolja azt, hogy az 1 Mózesben ez nem a házasságról szóló ige, hogy nem jó az embernek egyedül. Értitek? Nem ezért kell megnősülni. Oké. A másik, ami fontos dolog, hogy Isten szerint az egyedül valóság véglegesen vagy időszakosan, tehát hangsúlyozom, az egy dicsőséget adható életmód. Na nézzük Istent. Ézsaiás 56:4-5. Ézsaiás 56:4-5. Mert így szól az Úr a heréltetnek, akik megőrzik szombatjaimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez. A heréltek sosem házasodtak meg, tehát ez oké. Adok nekik a házamban és a falaimon belül olyan nevet, amely jobb, mint a fiakkal és lányokban élő név, örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész. Itt van a jobbság megint. Az a herélt, aki szereti a szombatot, az Istennek a dolgait, tehát arra használja föl ezt az időszakát, nyilván a herélteknél ez végig full time, hogy ő szereti Istennek a dolgait, ragaszkodik a szövetséghez, abban gyönyörködik, amiben Isten is gyönyörködik, Isten azt mondja, hogy jobb nevet kapsz majd az én házamban, mint azok, akik házasok is vannak, gyerekeik és lányok és fiaik. Itt van az a jobb ígéret, amiről beszéltünk, hogy azt mondja Isten, hogy jó a házasság, de jobb, ha úgy maradsz. Ebben az igében megint csak az van benne, hogy aki jól él, szintén fontos, önmagában a szingliség nem ad jobb nevet. Ez azért fontos, hogy akik a heréltek közül, akik a szinglik közül jól élik meg ezt az időszakot, azok kapnak jobb nevet és dicsőségesebb nevet. Isten azt mondja 1 Korintus 7:8-ban, a nem házasoknak, özvegyeknek pedig azt mondom, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is,
Itt nagyon gyakran szokták azt felhozni érvként, hogy jó, hát ezt Pál apostol mondja. Na de mit mond az írás az írásról? A teljes írás Istentől ihletett. Egy ióta sem veszhet el. Az írás önmagában mindig elmondja magáról, hogy az 1 Mózes 1-től a Jelenések könyvének az utolsó soráig, utolsó iótájáig minden szó mögött Isten ihletett szellemi szavai vannak. Pál apostol bizonyára több levelet írt, és több prédikációja volt. Mégis ennyi került bele Isten szavaként az igébe. Tehát ilyenkor bár Pál mondja, de nyugodtan vegyétek úgy, hogy ezt Isten mondja. Csak ugye teológusok sorozata próbálják ilyenkor megmagyarázni, hogy itt Isten nem is azt mondja, és tulajdonképpen itt az ige meghasonlik önmagával, nem is úgy érti, hát pedig le van írva, azért, aki férhez adja, jól teszi, aki nem adja férhez, jobban teszi, le van írva. Nem tudod kikerülni. Az emberek számára, erről beszéltem, hogy mindig mi azt mondjuk, hogy rossz meg jó, de vannak olyan szituk, amikor jobb és jó között. Mindkettőnek fontos. Alapesetben nem a házasságnak és nem a szingliségnek van jobb értéke, mind a kettőhöz oda kell tenni, hogy a biblikus házasság és a biblikus szingliség. Tehát biblikusan megélni egy házasságot és biblikusan megélni az egyedülvalóságot. Itt tekinti Isten jobb lehetőségnek. Az egyik oka annak, hogy egyedülállónak lenni jobb, az az idő. Az idő. Ez fontos. Aki egyedülálló, egész egyszerűen több időt tud fordítani a királyságnak a dolgaira. A mennyei királyság céljaira, a mennyei királyságnak a gyülekezetének az építésére, több figyelme, energiája tud menni az Istennek a dolgaiba, és nem oszlik meg a családi kötelezettségekkel együtt. Ez nagyon fontos, mert a karizmatikus gyülekezetek, család, a szolgálat. De ez nem igaz. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha már megházasodtál, akkor a következő a sorrend. Isten, családod, és aztán a gyülekezeti szolgálatok, meg stb. Jó? Ez a sorrend van. Semmi nem lehet fontosabb, nincs olyan, hogy szolgálat az fontosabb, mint a házasságod például. Ha jó házasságod van, akkor együtt fogtok szolgálni. Akkor együtt lesz az, hogy... De értitek, vannak időszakok, amikor nyilván többen tesz az ember bele egy gyülekezetbe, de akkor azt kompenzálod a következő héten, következő hónapban a házasságodban, hogy ez mindenképpen egységben legyen. Ez egy nagyon fontos dolog. De ez a házaskurzuson majd beszélünk erről, ha eljöttök. Jövőre is lesz. Ez itt a reklámhelye volt. Azt mondja az ige, hogy azt szeretném, hogy gond nélküliek legyetek. A nőtlen embereknek ugye az Úrra van, dolgaira van gondja, az hogyan tessék az Úrnak, a házas embernek pedig arra van gondja, hogy a feleségének hogy tessen. Márpedig ez elég nagy gond egyébként. Na most itt a világ dolgai, az nem azt jelenti, hogy itt a világ dolgaira, hogy ezek már nem is szent emberek, nem is szellemi emberek, hogy a világgal foglalkoznak. Hát de figyelj ide, azt, hogy az óvodába meg kell venni a csizmát, kis csizmát, nagy csizmát a gyereknek, hogy a feleségnek kell bugyi, cipő, mert nem tudom micsoda, de hogy haja kell a hűtőbe, mert én még el voltam a 4 napos hideg pizzával, de azért mondjuk a 8 éves gyereknek nem biztos, hogy ez a kellő, értitek? Ez... Bocsánat, amit te egy világi dolognak nevezel, az Isten szemében az egy szellemi szolgálat. Ez a szellemi szolgálat. Hogy a hűtőd legyen tele. Ezt egy férfinak erről gondoskodnia kell tudni. Azt mondja az ige, ha már itt tartunk, hogy az a férfi, aki nem gondoskodik a házanépéről, az rosszabb, mint a hitetlen. Nem az a férfi, aki imádkozik, meg halleluja, meg sikárálabadabada, és minden héten a gyülekezetben van, de a felesége szellemileg, anyagilag és lelkileg le van amortizálódva, az nem férfi, az rosszabb, mint a hitetlen. Ébredés van, testvéreim. A férfi a Bibliában teljesen más, hogy Isten máshogy látja. Gondoskodj a családodról, és gondoskodj a szellemi szükségéről, lelkiekről és az anyagiakról. Ott kezdődik a Biblia férfi, ez csak azért mondom, hogy ott kezdődik, mert ott még csak ott tartunk, hogy nem rosszabb a hitetlennél. Akkor még egálba vagyunk. Amikor majd szellemben is vezeted a családodat, meg még szolgálsz is a családod felé, mint egy teve, ugye azt jelenti a férszó hibelül, hogy teve, teherhordó, akkor onnantól kezdve is azt mondja, na jó van, ez már kezd férfi lenni. Aztán jön majd a gyerekszülés. Nem te fogod megszülni, mert az Úr kegyelmes.
Fontos a férfi létnek a következő állomása, egy gyerek vérszerinti vagy fogadott, most ebből a szempontból mindegy, de fontos egy gyermeknek a felnevelése. Egy férfit igazából a következő pontra az visz el, hogyha férfiként egy gyermeket apa tud lenni. Megcsinálni 16 éves kölök is tud egy gyereket. Az nem egy nagy húz, drága barátom. Fölnevelni. Legyen a szellemi gyermeked. Ha egy szellemi, egy férfiaknak mindig bátorítom, hogy törekedjenek, hogy legyen szellemi gyermekük, legyenek szellemi fiaik. Legalább egy, akiről gondot viselsz. Nekem van fizikális fiam, meg vannak szellemi gyermekeim. Mind a kettő felé nem csak lelkileg, nem csak szellemileg vagyok elkötelezve, hanem anyagilag is. Én vetek a fiaimba. Anyagilag is vetek. Lelkileg is vetek. Éjjel 11-kor hív fel, akkor is fölveszem neki a telefont. És szellemileg is vetek. Fizikális fiadnak ugyanezt meg kell csinálni. Nem az az apaság, hogy pénzt hadd adod anyunak, aztán nem is látnak téged. Apáknak szellemileg kormányoznia kell a gyermeknevelésben, részt kell venni. Ez növeli föl a férfiút a következő szintre, hogy atyává váljon. És most mondok még valamit, mert úgy érzem, ki kell prédikálni. A világ, a gyülekezetek várakoznak arra, hogy az atyák megjelenjenek a gyülekezetben. Lehet 30 évesen is atya, lehet, hogy nincs fizikálisan gyermeked, de szellemben már úgy mozogsz, vannak szellemi gyermekeid, megmondom, miért fontos ez. Mert az ébredés az ott kezdődik, amikor a férfiak megjelennek a gyülekezetben, és ők imádkoznak, ők dicsőítenek elsősorban, ők viselik a szellemi terheket, onnan tudod, hogy ébredés van. A nők szokták ezt a térdeiken kiimádkozni, Uram, mozd az imádkozás, állíts helyre Józsit, stb. Vagy Zsoltot, érted? De amikor a férfiak fölébrednek, és előtérbe lépnek, te most hátra, most én imádkozom, én küzdök, nekem van látásom, és csinálom, és tolom, a sajátot, az Istentől, a gyűlít, stb. Amikor ezt látod, akkor abban a gyülekezetben, abban a családban, ott ébredés van. Mindig ott kezdődik az ébredés, mert Isten szelleme mindig a főkön keresztül hozza be a legnagyobb áldást, a legnagyobb kenetet, de ez egy másik történet. Csak ez azért tartom nagyon fontosnak, hogy ez nem férfi alkalom. Kár. Következő évben, ezt viszont mondtam tesóknak is, hogy következő évben én arra kaptam indítatást, hogy a következő évben a missziók, az evangelizációra hegyezzük a főhangsúlyt, de a férfiakra. Itt férfi képzés lesz. Lesznek, egyszerűen férfiakat akarunk képezni. Férjeket, apákat, férfiakat. Mert ha az előáll egy gyülekezetben, ott Istennek hatalmas mozgása, meg a nemzetben, a városban, a családban nagy dolgok tudnak születni. Amen. Na, szóval ott tartottunk, hogy az egyedülállók azok gyakorlatilag egy osztatlan figyelmet, ez az, amit ők birtokolnak. Igazából amíg egyedülálló vagy, addig egy osztatlan figyelmed lehet az Istennek a dolgaira. És ez egy visszanemtérő lehetőség. Ez egy visszanemtérő időszak. Amikor én megtértem, amikor friss megtért voltam, akkor én éjjel-nappal a gyülekezetben voltam, meg az Isten dolgaival voltam. Én gyakorlatilag vasárnap két Isten tiszteleten vettem részt, plusz este még dumáltunk a tesókkal az Istenről, mert nem volt elég egy Isten tisztelet, úgyhogy én délelőtt néztem a Hídgyüliben a Németh Sándor prédikációját, Isten áldja meg, nagyon sokat tanultam belőle, de után mentem a saját gyülekezetembe, a pünkösdi gyülekezetbe, az Omegába, egyszerűen csak ittam az Istennek a beszédét, a szavait. Hétfőn volt ima alkalom, kedden volt ima alkalom, szerdán volt ima alkalom, csütörtökön házi csoport után még az AK-kal, meg a hátsó vezetőkkel, meg tesókkal elmentünk éjfélig pizzériába, beszélgettünk az ígéről, az Istennek a dolgait, amikor már ránk zárták az ajtót, akkor mentünk hazafelé sétálva, az Istenről beszéltünk, ez ment másfél évig, hajnalban pedig jött a Nitt András, és 6-tól 7-ig imádkoztunk minden egyes nap, a munkahelyemen, sikkáralában nyelveken szóltunk, és ezt csináltuk, így nem lehet élni családdal. Ezt nem tudod megcsinálni, ha családod van. Sőt, tovább megyek, bűn, ha ezt csinálod, ha családod van. Nem bűn, de az erős szó, de értitek, ezt nem lehet megcsinálni. Ott van feleség, gyerek, óviba kell menni, reggel 8-4 el kell vinni, megosztott lesz a figyelem, és ez így van jól. Oké. Oké. Különbözik a két életforma. Nagyon nehéz, pásztorációban mondom nektek, egyik komoly konfliktus tud lenni, amikor egy családban, egy házasságban van egy Jézusért radikális férfi, vagy radikális nő, mindent Jézusért, tudod, mindig Jézusért, ami nagyon jól hangzik, de elhanyagolja a feleségét. A felesége meg kornyadozik, de ez fordítva is igaz, tehát a férjét hanyagolja el.
Hupi van a konyhában, mindig rendetlenség van, ezért, hát, de Jézus. Hát Jézus ilyenkor azt mondaná a kedves feleségnek, meg azt mondaná a kedves férfinek, hogy nagyon szeretlek, tök jó, hogy Jézus, mert minden mennyi haza, és takarítsál már ki. Csinálj rendet. Az Jézust fölemelni, sokkal jobban hidd el. Ámen. Ámen. Oké. A házasság egy nagyszerű ajándék, de ez egyszerűen határokkal rendelkező ajándék. Ezt tudomásul kell venni. Amíg egyedülálló vagy, addig pedig nincsenek ezek a határok, ha pedig házasságban vagy, akkor ne küzdj ezek ellen a határok ellen, hanem fogadd el, és éld meg azt biblikusan és dicsőségesen. Ámen. Oké. Na most ebből kifőlag egy egyedülállókból álló hadosztály, van három egyedülálló, vagy négy, vagy öt egy gyülekezetben, az nagyon komoly erő, ők bármikor, bármire bevethetők. Böjtölnek, imádkoznak minden nap, de most tényleg, ezért mondja Pál apostol, én szeretném, ha mindenki így volna. Pál apostol nem azért mondta ezt, mert ő királyságban gondolkozott, azt mondta, hogy gyerekek, ha lenne 1000 ember, vagy csak 10 000, vagy 100 000, vagy 144 000, nem vérte mondtam, akik szüzek, akik az Istenért égnek, mert a házasok is égnek Istenért, csak nincs annyi idejük, de akiknek idejük is van 24 órában tolni az egészet, a világ megváltozna. És ez így van. Ámen. Halleluja. Úgyhogy becsüljétek meg az edülállóság időszakát, mert ekkor tudtok ilyen hivatásos katonaként folyamatosan fullba nyomni a jót. Érdekes a jelenések 14.1. Azért fogom ezt felolvasni, mert hogy lássátok az Istennek, hogy hogyan helyezi át Isten a hangsúlyt a fizikális házasságról, keresztnél áthelyezi a szellemire, de a legvégén az üftörténelemnek szinte már le is veszi a hangsúlyt a házasságról. Jelenések 14.1. Azt mondja, hogy íme láttam a bárány állat a Sion hegyén, ő vele 144 000, akiknek homlokára fel volt írva az ő neve, az atyának a neve, hangot hallottam a mennyből. 14.4. Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek, ezek azok, akik követik a bárányt, ahová csak megy, ezek áron vétettek meg az emberek közül zsengéül Istennek, és a báránynak szájukban nem tartott álnokság, mert fedhetetlenek. Így csak azért hoztam fel ezt a példának, hogy az üstörténelmek az utolsó részén, amikor az egyház már nem lesz jelen, akkor igazából a nagy evangéliumnak a teljes hirdetése erővel, hatalomnak, az szüzek, tehát nem házasok fogják, hanem 144 000 szingli fogja nyomni az evangelizációt. Magyarán a hangsúly a házasságról az idő végén átkerül a szinglire. Érdekes egyébként ezt is meglátnod, hangsúlyozom, nem a szinglisséget emeljük most fel, hanem próbáljuk lehántani, hogy ez bűn, ez rossz, ez stb. Nézd meg, hogy a világban is sokkal több a szingli. Nyilván ennek van egy beteg, egoista része. De jelzi az időknek a változását, jelzi, az ördögnek is van erre látása mindig, és az Istennek is van erre látása, hogy Isten is gyűjti azokat az embereket, akik véglegesen vagy időszakosan, szeretném hangsúlyozni, de ha időszakosan vagy szingli, akkor azt úgy éld meg, hogy dicsőségesen, azt használd ki, azt éld meg a biblikus egyedülállóságban, magyarán fullba nyomjad. A te neved akkor dicsőségesebb lesz. Plusz még a házasságodban is tök jó leszel, akkor már kétszeres dicsőség lesz. Oké? Okay. Hú. Máté 22.30. Jézus azt mondja, te jó ég, mert a feltámadáskor már nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai, mennek. Itt van a vége, tehát ennek az istörténelmi jelentősége, hogy a házasság, amennyiben véget ér, ebből a szempontból ne kérdezz meg, hogy a férjeddel, a feleségeddel milyen viszonyban lesztek. Én úgy gondolom, hogy itt a házasság intézménye fog véget érni. Szerintem a házasok a mennyben házaspárok maradnak, csak jó állapotban. Szerintem ez egy ilyen magánlátás, amit szeretném hangsúlyozni. Mert ugye azért gondolom, mert amit ember egybekölt Istentől, ne válsz a szél. Én nem, most viszont szerintem a szövetség nem lesz fölbontva. Tehát azt meg ne kérdez, hogy több feleséged volt, elhaltak, tudod, 7 feleség, mert ezt se kérdez meg tőlem. Jó? Jézustól se kérdez ilyeneket. Mert úgy jársz, de a lényeg, hogy ezek mind a mennyben vagy össze fognak állni, de egy biztos új házasságok már nem köttetnek. Oké, na,
Amiben megint csak az üzenet érték az az, itt a jelen való gyülekezet számára, hogy a családi vérségi állapotok időszakosak, időlegesek, a testvéri egyházi gyülekezeti kapcsolatok viszont örökkévalók. Ha jól akarsz gyűjteni, az örökkévaló dolgokra kicsit nagyobb hangsúlyt fektessenek azok, akik eddig nem fektettek hangsúlyt. Nem abból áll a gyülekezet élet, hogy vasárnap eljössz, vagy eljössz, vagy nem eljössz. Nem ebből áll a gyülekezeti élet. Ez még csak egy istentiszteleten való részvétel. A gyülekezeti élet az azt jelenti, hogy kapcsolsz a testvérekhez. Nyilván 30-hoz, 50-hez, 100-hoz nem tudsz ugyanolyan formában, de mint egy nagy család, nagynénik, nagybácsik, apa, anya, gyerekek, csupa szív, szeretet. Oké. Még egy fontos kérdés. Választhatom-e a szingliséget? Ajándékként dobta rám az Isten? A jó ég. Tudod? De ajándékként... Vagy mi ezzel a helyzet, vagy szenvedés az egész úgy, ahogy van. Most még mélyebbre megyünk egy picit pár percig, utána majd jövünk fel, és jó lesz, oké? A házasság tehát, még egyszer innen kezdjük, ugyanúgy, mint az egyedülállóság, ajándék, karizma szó szerepel. Mind a kettő ajándékként, az egyedülállóság is, ha időszakos állapot, meg ha végérvényes, ajándékként van jelen az ember életében. Vegyetek egy nagy levegőt, egyedülállók, ajándék. Amen. Házasok, ti is. Ajándék a házasságotok. Amen. Oké. Mint minden ajándék és karizma, figyelj, nem úgy ajándék, hogy Isten téged megajándékozott csak úgy. Az a kegyelmi, a karizma, a kegyelmi ajándék, az azt mondja, az a görög szó szerepel a karizmánál, hogy haszonra adatott ajándék. Tehát amikor valaki tanító, apostol, proféta, evangélista, adakozó, gyógyító, vagy bármilyen más ajándékkal rendelkezik, az nem azért van, hogy otthon üldögél, jaj, de jó apostol vagyok, annyira élvezem ezt az ajándékot, te, Józsi, most jöttem rá, apostol vagyok, halleluja, tök szuper az egész. Nem, azt mondja az ige, hogy haszonra adatik minden ajándék. Ha a házasságod ajándék, kegyelmi ajándék, akkor a házasságodra úgy kell sáfálkodnod, hogy annak valamilyen célja, ajándéka, szolgálata, gyümölcsének kell, hogy legyen. Ezzel most majd gondolkozzatok el, várlak a házas kurzuson. De az egyedülállóság időszakos vagy végleges állapotában szintén ajándékként kell felfogni, amire Isten azt mondja, hogy haszonnal kell megélned azt az időszakot. Tehát haszonra adatik az egyedülállóság. Nem egy elviselendő rossz állapot, amit túlélek valahogy, amíg Béla fel nem végre, érted? Nem, ez egy nagyon torz állapot. Meg kell jól tudnod ragadni, hogy miért jó. Jézus azt mondta, ugye emlékeztek a Máté Evangélium 19.11-ben, hogy nem mindenki képes elfogadni ezt a beszédet, csak akinek ez megadatott. Ez egy fontos jelzés arra, hogy Isten nem egy revolverrel áll a hátad mögött, hogy fogadd el, hanem beléd helyezett egy képességet arra, hogy te az egyedülállóságot el tud egyáltalán a gondolatát fogadni. Mert vannak, akik születésüktől fogva alkalmatlanok, ezt mondja az ige a házas életre, vannak, akiket emberek tettek azzá, ezt tudod, mi az, amikor emberek tettek azzá? Amikor valaki úgy neveltek, olyan élete volt, idegbeteggé vált, pszichológilag roncsá vált, túl van két válláson, nem bírja az egészet úgy, ahogy van, elege van, mert lelkileg megnyomorodott, és tényleg úgy megnyomorodott, hogy már nem lehet ezzel már nem lehet mit csinálni, alkalmatlanná vált a házasságra. Ilyen is van. Tehát valaki ezért lesz egyedülálló, mert már ezért, mert az ember az élete alkalmatlanná tette. De akkor ők is dicsőségesen tudják megélni az egészet. És van, akik pedig a mennyek országáért önmagukat teszik alkalmatlanná, tehát úgy döntenek, hogy ők egyedülállóak. Figyelj, több okból kerülhetünk most bele ebbe az állapotba, itt az ige erről beszél, legalább háromféle okból lehet bekerülni ebbe az állapotba, de mindegyiknél azt mondja, hogy de vedd ajándéknak. Tehát ha megnyomították az életedet, és azért vagy egyedülálló, akkor is Isten azt mondja, hogy ezt az állapotot most vedd ajándéknak. Fedezd fel, hogy milyen jóságok vannak ebben benne. Ha így döntöttél, vedd ajándéknak. Ha házas vagy, akkor nyilván akkor az is szintén ajándék. Na most, van egy nehéz igazság, amikor valaki nem elhívás szerint lesz egyedülálló. Ez tényleg egy nehéz és mély igazság jön. Mert mondjuk pszichiátriai betegség, vagy olyan fizikális betegsége van, nyilván
Nagyon jó, mindig elfelejtem a nevét, nem merem. Vujic, igen, igen. Se láb, se kéz, és mégis egy teljes értékű életet és házasságot tud élni. Nyilván valakinek ehhez adatik hit, valakinek pedig nem. De lehet, hogy valaki olyan fizikálisan, olyan nyomorék, olyan úgy meg van torzulva fizikálisan is, hogy alkalmatlan, vagy ő maga úgy gondolja, hogy alkalmatlan a házas életre, a házasságra. Isten azt mondja, tehát van ilyen, hogy nem az elhívása, hanem ez dobta a gép, most nem tudom ezt jobban, szebben fogalmazni. Ezek a testvérek, azt mondja itt az ige, hogy ha felismerik, hogy ezt Isten dicsőségére megélhetik, tehát változtatnak a gondolkodás módjukon, és azt mondják, hogy ez egy ajándék, elkezdik legyőzni az ördögnek ezt a gonoszságát, amikor az egyház is meg szokott tetézni, hogy olyan szegénykém, hanem azt mondják, hogy ez egy karizma, ez ajándék állapotban vagyok most benne, és én csak azért is Isten dicsőségét meg fogom találni ebben az ügyben, akkor az a helyzet, hogy ezek a testvérek azok, akik birtokolják az Ézsaiás ígéretet, hogy jobb nevet, nagyobb nevet fognak tudni kapni a mennyben. Oké. Vannak azok, az egyedülállók, és ez lesz a nehezebbik rész, akik úgy tűnik, hogy nem nagyon meg akarnak házasodni. Minden vágyuk, hogy megházasodjanak. Úgy tűnik, hogy nincs is meg bennük az önmegtartóztatás képessége, vagy készsége. Tehát erről is beszél az ige, hogy aki önmagát meg tudja tartóztatni, az ugye választhatja az egyedülállóságot. De aki ez nincs ott benne, és mégsem jön meg a házastárs, egyedülállókról beszélünk, nincs meg az önmegtartóztatásnak a készség ajándéka, sőt, kifejezetten szenvednek az egyedülállóság állapotában, mert ilyenek is vannak, égnek a vágytól, hogy megházasodjanak és házasságban éljenek, nincs kétségük afelül a szívük mélyén, egyébként semmilyen kétségük nincs afelül, hogy nekik házasságban kéne, hogy éljenek, és mégis minden mellett nem kapják meg a házastársat, mert ilyen is van. Nehéz igazság jön, nem akarok most nagyon belemenni. Ez esetben azt kell fölismerni az illetőnek, hogy nem az önmegtartóztatás ajándékát kapta ehhez az egyedülállós időszakhoz, hanem a szenvedés ajándékát. Nem szeretünk karizmatikus közegben erről beszélni, a szenvedésnek az ajándékáról, de van ilyen. Sok esetben nem csak házasságnál, hanem nagyszerűbb szolgálati ajándékoknál és elhívásoknál is van olyan, hogy a ígéret beteljesülését előtte megelőzi a szenvedés ajándéka Istentől. Egy prédikától, akinek nincsen jó hangja, vagy makog, vagy valami. Érted? Prédikától hogyan leszek, és évekig küzd azzal, hogy nem tud megszólalni. De ott van benne az ígéret, előtte a szenvedés ajándékát kapta meg, de majd bejön a szolgálata. Vagy evangélista, akinek Istentől kapta azt a látást, hogy menjen Dél-Amerikába, Ecuadorba téríteni Isten az indiánok között. És odaérkezése után egy nappal vagy két nappal lenyilazzák. És ugye pár hétig szenved, aztán belehal. Itt a szenvedés ajándékát kapta meg, ugye az Eliotnak a férje volt ő. A szenvedés ajándékával rendelkezett az illető. Sok pár összeházasodik, és nincs gyerekük 5 évig, vagy 10 évig, vagy 20 évig. Pedig nem rossz emberek, meg érted, nem bűnösek, nem rosszabbak másoknál, és nagyon ég a szívük a gyerekért, mert ők tényleg akarnak gyereket, de mégis úgy tűnik, hogy Isten nem adja meg. Lehet, hogy a szenvedés ajándékát kapták meg. Ez egy komoly téma. Erre most nem akarok belemenni, de van egy ige, ami ezt nagyon alátámasztja, hogy az új szövetségben számolni kell ezzel. A Filippi levélben, és ez nem csak ez mindannyiunkra szól, amit most föl fogok olvasni igét, mert nektek nem csak az adatot meg, mint ajándék, karizma Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Filippi 1.29. Isten egyaránt adja a hitnek az ajándékát és az üdvösségnek az ajándékát az egyháznak, az embereknek, a hívőknek, de adja a szenvedés ajándékát is. Ilyen-olyan helyzetben egyébként minden hívő megtapasztal szenvedést, tehát minden hívő átmegy ilyen-olyan helyzetben, szeretném hangsúlyozni, igazi szenvedésen, és ott látnod kell, hogy lehet, hogy a szenvedés ajándékát éppen most kaptad meg, és ezzel tudnod kell bánni. Oké, ez ebben a helyzetben. Tudnod kell, hogy Isten nem feledkezett meg rólad, ahogy Jézusról sem feledkezett meg, ahogy egyetlen egy fiáról sem feledkezett meg, vagy gyermekéről, amikor éppen szenved.
Köszönöm szépen. Tudnod kell, hogy amikor ez a szenvedés ér, akkor valójában Isten megajándékoz téged, ami nagyon furcsán hangzik a mi testi természetünknek, a lelki természetünknek, de akkor kell valahogy, akkor fogod megélni azt, amikor nem tiltakozol ez ellen, hanem már kezdesz belemenni, hogy ha a halál árnyékának földjén járok is. Olyan közel kerül hozzád Isten, ahol semmilyen más állapotban nem kerülhet hozzád. A legmélyebb kijelentések, legmélyebb ismerete Istenről, az ő jóságáról pont ezekben az időszakokban kapja meg az ember. Tehát ajándék, és azt tudnod kell, kedves gyülekezet, és ezt magamnak is mondom, hogy amikor valaki ezzel van megajándékozva, nézzétek meg a zsoltárokat. A zsoltáros nem is sztoikusan nyugodtan tudomású vett, hogy éppen szenvedek, üldöznek, barlangban vagyok, meg stb. Kiabált, sírt, zokogott, föl az ég, miért engem, miért így, stb. Tehát folyamatosan jelezte Istennek, hogy borzasztó ez, nem bírom, alig bírom már ki. Istennek elmondta ezt, elmondhatta ezt. Tehát el kell mondanod tudni Istennek, de nem követheted azt a bűnt el, hogy nem engeded, hogy megvigasztaljon. Nem lehet egy szenvedéses dolgon belemerülni, és nem engedni azt, hogy Isten megvigasztaljon. Ha te tudatosan úgy döntesz, hogy ebben a szenvedéses helyzetben addig nem vagyok hajlandó megbékélni, átvenni a békességet, átvenni a nyugalmat, az örömet, addig aggész egyszerűen és nem fogod tudni átvenni az ajándékát. És Isten nem fog téged ebből kiengedni sem, ha ezzel megajándékozott. De, ami most számunkra fontos, mint gyülekezet, amikor ezek a testvérek ilyen helyzetben vannak, akkor nekünk pontosan az kell egy gyülekezetnek, hogy együtt sírjon a sírókkal. Nem azt kell mondani, hogy na még mindig nincsen, hanem együtt sírni a sírókkal. Ez a gyülekezet felelőssége. Egy gyülekezetnek tudnia kell, hogy a próbák tényleg próbák. Legyen az anyagi, párkapcsolati, szolgálati, minden olyan helyzetben, mert nagy próbában van egy testvérünk. Ott neked sírnod kell tudni a sírókkal. Nem ítélkezni, és nem okosságokat mondogatni. Nem helyes kifejezni azt sem, hogy hát én most nem kapok meg valamit Istentől. Ez sem helyes egyébként kifejezni. Engedni kell, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. Nyilván ez egy nehéz küzdelem. Némelyeknek tehát van ajándékuk az önmegtartóztatásra, hogy egyedül életet éljenek, mások pedig ugye a szenvedés ajándékában vannak, de vannak olyanok is, akik a teremtő akaratából nem alkalmasak a párkapcsolatra. Ilyen is van, hogy úgy lett megteremtve, hogy ő nem alkalmas arra, hogy házasságban éljen, és szerintem Pál apostol ilyen lehetett, és ha belegondolsz az ő munkájába, szolgáltába, az házasság, mert azt nem lehetett megcsinálni. Mert Péter még elment a kis-ázsiai gyülekezet, a kis-ázsiába hirdetni az evangéliumot, az egy dolog. De Pál apostol nem csak kis-ázsia, hanem Európa ide-oda mászkált, kivégezték, föltámadt, kivégezték párszor. Tehát egész egyszerűen ezt az életvitelt, ezt fullba, ez Pál apostolnak nem, azt gondolom, hogy ezért nem volt meg benne. Ezért ő írja magáról, hogy én ajándékként kaptam ezt, hogy ajándékként kaptam. Itt megállok, amíg a kérdés felmerül benned. Akkor nekem most van-e ajándékom egyedülállóságra, ha még nem nősültem meg, vagy nem mentem férhez? Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint a minden más karizmánál. Pásztor, nőgyógyász, jogász, ha karizmaként van jelen a sorsodban valami, amire el vagy hívva, tanító, evangélista, azt belül érzed. Úgy alakul az élethelyzeted. Valahogy mindig az a témán, mindig akkor a téma körül pöröksz. Egy pásztor mindig pásztorol, ha világban van, már akkor pásztorol a munkatársak között összeérted, már akkor megnyilvánul az ajándék. Ha valaki az egyedülállóságnak az elhívásában, hangsúlyozom, elhívásában van, az azt jelenti, hogy ő már régóta gondolkozik ezen, felmerül benne, mint lehetőség. És nem hal rögtön meg az egészben. Mert Isten jó, ezzel kezdtem az egészet. Isten jó. Ha te ettől rettegnél, irtózol az egésztől, meg stb., akkor ez nem az elhívásod, mert az ajándékodhoz nem a rettegés és a félelem járul. Oké? Jó? Olyan van, hogy választható. Az annak a jele, amikor valaki választhatja, hogy önmagát teszi a királyságra alkalmatlannál a házasságnál, amikor valakinek az önmegtartóztatás képessége van jelen az életében, magyarán
röviden megvan a szex nélkül is igazából. Nyilván ez hullámzó, tehát van, amikor jobban igényli, van, amikor kevésbé, de alapvetően megvan nélküle. Alapvetően nem függ igazából attól sem, hogy vasárnap oda bújik-e hozzá valaki, vagy nem. Tehát lelkileg sem is megvan igazából magában. Akkor lehet azt mondani, hogy ennek az embernek megvan a választási lehetősége, mert szabad arra, hogy szabad döntést hozzon a királyságért, Istenért, Jézusra, vagy ne hozzon egy ilyen döntést. Halleluja! Mindig fontos, hogy királyságos egyedülállóságról beszélünk, nem a világi szinglikről, akik önmaguknak élnek. Aki egyedülálló a királyságban, az másokért él. Jézusért él, királyságért él, ha időszakosan egy évig, akkor pedig addig, röviden, királyságosan kell megélni. Évszázadokon át szeretném ezt hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen van egy keresztény felekezet, ami nagyon jó látással rendelkezett az egyedülállóságról, ez pedig a katolikusok. Az a helyzet, hogy pont a katolikusok gyakorlatilag az egyedülállóságnak az ajándékáról, hogy azt ők értéknek tekintik a mai napig, nem vesztesnek, nem félembernek, nem egy leírandó valakinek, hanem úgy néznek rájuk az egyedülállókra, akik hitből egyedülállók, vagy bevállalták, vagy így alakult, de aztán örömmel fogadták, kvázi érz jól világi apáncák, vagy stb. Erre a katolikus egyháznak egy nagyon jó látása van. Sokkal egészségesebb, mint a pünkösdi karizmatikusoknak. Mert mi mindig fel akarjuk számolni, mint egy probléma, mindig meg akarjuk oldani, mint egy gázdolog, pedig Isten igéből láthatjátok, hogy ennek igenis nagyon nagy helye van. Sőt, annak is helye van, hogy férnél voltál, vagy házasságban voltál, megélted úgy, ahogy jól vagy rosszul, mindegy, véget ért, akkor is valaki dönthet úgy, hogy én akkor nem megyek férhez, nem nősülök meg többet, hanem akkor a királyságnak adom, de akkor add a királyságnak az életedet. Amen. A lényeg a szabadság. Szeretném ezt mondani, a lényeg az Istennel való szabadságban való járásod, hogy szabad szívből hozzá döntéseket, ne félelemből hozzá döntés. Ne az éveddel Marikát, mert már 42 éve nem vettem el senkit, és már most már csak ez az egy mozog itt a Gyüliben, akkor inkább elveszem. Értsd meg, sok ilyen van, borzasztó rossz lesz a vége. A halált hozod be ilyenkor, az ördögnek olyan csapdáját nyitod meg az életedbe, hogy jaj. Bízzatok Istenben. Ha van férjed és el van készítve, elő fogja hozni. Elő fogja hozni. Na erről még gyorsan mondani szeretnék pár dolgot, ahol az egyház vétett az egyedülállók ellen. És bocsánatot kell kérnünk most emiatt. Az egyik az az, hogy olyan gyülekezetben nőttem én is fel, vagy olyan tanítás alatt, amikor nyomás volt az egyedülállókon, ez a fajta nyomás, hogy na mikor nősülsz már meg, na mikor veszed el már Szabinát, most már el kéne döntened, mert most már el kell döntened. És ez jó indulattal, nem gonoszak voltak, de ez egy nyomás. Na most az a helyzet, hogy ez varázslás, tehát ez manipuláció, mert nem érettek meg a szívben még a döntések. Ki kell várni, amíg egy embernek a szívében megérnek a döntések. És aki az ilyen kimondatlan teológiai féligazságokkal való manipulálás, hogy meg van írva, meg mit tudom, és stb., ezzel arra nyomják az embereket, a hívőket, hogy hát mindenképpen nősüljenek meg, vagy menjenek férhez, és az nem egy jó állapotot szül. Nézzünk pár ilyen olyan nyomáspanelt, ami éri az egyedülállókat. Egy, valamifajta B-terv az egyedülállóság, mert az A-terv a házasság. Most te a B-tervben vagy benne, ez nem olyan rossz, de az A-terv az igazi. Úgyhogy majd imádkozzunk, hogy te átkerülj az A-tervbe. Mert most nem az Isten tökéletes tervében és állapotában vagy. De igen! Ha nem adott még az Úr, mert lehet, hogy 5 év múlva fog, 1 év múlva fog, szeretném hangsúlyozni. De ha most még nem adott az Úr neked házasságot, akkor te az A-tervben vagy benne, nem a B-tervben vagy. Isten tökéletes akaratában vagy éppen benne. Az ördög hazudja azt, hogy veszteséged van. Nincs veszteséged. Oké. Okay. Jézus maga is szingli volt. Na, akkor ezt jegyezd meg. Jézus szingli volt. B-tervet élt? Rosszul élte az életét? Veszteségként élte meg az életét? Nyomorgott, mindig ment lelki gondozásra, még mindig nincs felesége, Magdolna, nem sem néz. Tehát mind ez van. Nem, szabadon élte az életét Isten királyságának szolgálatában. Egyébként Pál apostol is. Milyen érdekes egyébként, hogy a házasságról két nagy szingli adott kijelentést az egyháznak. Jézus és Pál. A két nagy szingli adta a legnagyobb, legmélyebb kijelentéseket a házasságról. Miért? Mert szellemi emberek voltak. Amen.
Ezért nekünk például annak azt tanították, hogy nem házasok felé nem szolgálhat szingli. Ezt én ebbe a gyülibe felszámoltam, mert egy hülyeség. Mert akkor Pál apostolnak azt mondtuk, hogy bocsánat, hogy amíg nem nősültél meg, te nem lehet szolgáló. Ez nem igaz. Tehát a szellemi emberek szolgáljanak, ennyi az egész feltétel. Oké, most ebben nem megyek bele. Egyedülállók lenni, ezt jegyezzétek meg, értékes dolog, jó dolog, sokkal jobb dolog, mint az érzés, hogy hát, amíg nincsen jobb, addig ebbe vagyok. Ez nem egy rossz állapot. Oké. Egyedülállóság. Oké. Sokan vannak úgy, akik egyedülállóságot úgy képzelik el, hogy ülnek egy buszmegállóban, kis csomagukkal, és várják, hogy megérkezzen a busz, amire felszállhatnak, és mehetnek az életbe bele. Mennek el a buszok, vidám arcokkal. Na most, ez egy hülyeség. Tehát, jön a következő busz, ez az élet. Az élet busza az van ráírva. Szálljál föl, utazzál, éld az életet. Ha nem akarsz, ha egyedül, akkor tedd a csomagot magad mellé. Érted? Ne ülj oda senki. Mert ha akarod, hogy oda üljön, akkor ne tedd oda a csomagot, de éld az életet, és ne ülj a busz megállóban, mert elmegy az élet. Értitek? Nem akkor lesz életed, amikor végre valaki melléd ül, és együtt várjátok a busz, az életbuszát, hanem szállj fel az életre, menjél, és az Isten majd ad melléd tesót, vagy nem ad melléd tesót. Amen? Oké. Második, ami egy ilyen hamis tanítás, vagy nem tudom, érzet, vagy nyomás, vagy érzület, szükséged van valakire, hogy teljesítegyél az életedet. Mert így fél ember vagy. Te fél vagy. Ne féljél, legyél egész. Ez abból a teológiából jön, hogy te csak fél ember vagy. Nincs meg még a... Kit lehetne hozzád passzírozni, mert lesznek ketten egy testé. Hát most csak fél vagy. De itt megint az, hogy az igéket rosszul alkalmazzák. Ádám egész ember volt, kellett neki egy segítőtárs. Éva egész ember volt, és kellett neki egy férj. Akkor már házasságról beszélünk, amikor összekerültek. Most nem beszélek direkt a férfi és a női principium együttműködésének fontosságáról. Oké? Okay. De ezt elmondom. A Biblia azt mondja, hogy igazából a férfinak ahhoz, hogy elérje a célt, tehát az Isten királyságában számára kijelölt célt, ahhoz szüksége van egy női segítőtársra. Ugye a házaskurzuson már beszéltünk erről, hogy az a szó, hogy segítőtárs héberül, az nem azt jelenti, hogy a kis nővérke ott, akkor én vagyok a professzor, nővérke, kötést, és akkor hősiesen az injekciót beszúrod valakinek a fenekébe, hanem azt a szót jelenti a héber segítőtárs, hogy az ember, a segítő, aki nélkül nem győzhetsz. Ho-ho-ho-ho. Így már kicsit másképp a leányzó fekvése. Férfiak. A feleséged az a nő, aki nélkül nem tudod megfutni azt a pályát, amit Isten számodra elkészített. Na már rögtön nem Rozika, tudod, aki hozd a kötést, hanem kedves Rozália, annyira hálás vagyok érted. Én veled együtt fogom tudni megfutni a pályát. Oké? Okay. De most ez a házaskurzuson, januárban várlak benneteket. Oké. Okay. A Biblia azt mondja a házasságról, nem azt mondja, hogy két fél válik egyé, tudod, romantikus filmek Hollywood, a két fél találkozott, az én másik felem. Felejtsd el, a Biblia azt mondja, sőt, a Biblia azt tanácsolja, két egész ember házasodjon össze. Az egyik ötök fél, a másik egész, az csak másfél. Korai öröm. Tehát egész egyszerűen, értsétek meg, zenekarokat mondtam. Aki vette, vette. Ó, én is hádok. Bocsátot kérek. De a lényeg, ami lényeg, hogy a Biblia szerint, ha ürességet érzel magadban, akkor nem egy másik félnek kell oda betüremkedni, hanem Jézusnak kell oda betüremkezni. Vele egyé válsz, az egyé. Egyébként az egy, ez nem egy rossz szám. Egy. Az egy egész szám. Ezért hívják a matematikában is. Az egy egész szám. A 0,5 fél szám. Így van? Matematikus kollega. Az egy egy egész szám. Ha egyedül vagy, nem vagy fél. Ezért ne is féljél, hanem legyél egész. Amen. Halleluja. Be is fejezem egy utolsó gondolattal. Gyakorlatilag házasnak, meg egyedülállóknak, mind a kettőnek szükség van egy radikális hitre. Radikális hitre. Mert ezt a világot megélni, a köztes kultúránkat megélni, ahogy itt a környezetünkben működik, az a helyzet, hogy ehhez hit kell. A
A világ azt sugalmazza, hogy nem lehet elvárni egy felnőtt embertől például, hogy ne legyen panázna. Most mondok neked egy rossz hírt, Isten elvárja. El lehet várni. Mert Isten azt is elvárja, hogy a nyelvedre kössél féket például. Isten elvárja, hogy ne susároljál. Új szövetség. Isten elvárja, hogy a nyelvedet jól használd. Isten elvárja, hogy legyél adakozó. Istennek vannak elvárásai, bármi furcsa. Az új szövetségben is. Többek között ezt is elvárja Isten, ami azt jelenti, hogy meg lehet csinálni. Lehet, hogy nem egyik pontról a másikra, de egy olyan terület, amit érdemes célba venni, hogy a teljes szabadságra el tudjak jutni. Magyarán ez sem lehet indok arra, hogy ne legyek egyedülálló. Mind a két életforma, és ezzel szeretném inkább befejezni, sajátos. Sajátos a házasság, sajátos az egyedülálló valóság. Mind a kettőnek megvannak a sajátos örömei, sajátos küzdelmei, sajátos kudarcai, sajátos győzelmei. Mind a kettő tulajdonképpen nem azon múlik a te Istennel való kapcsolatod, hogy házas vagy, vagy nem vagy házas, hanem az, hogy te hogyan állsz Istenhez. Ennyi a titok. Az a helyzet, hogy ahogy te megfelelsz azokra a kérdésekre, amiket Isten a te életedben föltesz, azt tesz téged valamilyen emberré. Nem az, hogy házas vagy, vagy nem vagy házas. És ezzel jár egy felelősség. Felelősség jár akkor, ha megnősültél, vagy ha férhez megy. Felelősség jár az az életszakasz, amikor egyedülálló vagy. Ne nyavajogjál. Ne siránkozzál. Ne legyél irigy a házasokra. Nem mondd azt, hogy mindig a házasoknak vannak programja. Ez egy külön egy nagy marhaság egyébként, amikor külön programokat csinálunk egyedülállóknak, meg házasoknak. Én azt gondolom, hogy pont a szellemi család az, ami számít. Nyilván az egyedülállóknak kell ismerkedniük. Ez a másik, hogy ismerkedjetek tényleg. Krisztusban ismerkedjetek, igeileg, világosan, szabályosan ismerkedjetek. Nyugodtan lehet ismerkedni, ezzel semmi gond nincsen. Jó, hogyha van egy szellemi atyátok, vagy befedezőtök, vagy mit tudom én, értitek, valaki, akkor nevezzük idősebb, tapasztaltabb vénnek, aki tud nektek segíteni. Mert egy gyülekezet az elvileg nagynénik, nagybácsik, testvérek, fiak, lányok, apák közössége. Nekem is van szellemi kislányai most ebben a gyülekezetben, azok felé atyaként vagyok, ha férhez mennek, akkor már a férjük lesz az ő vezetőjük, én meg a legjobb részt fogom megkapni, mert már csak tanácsadó lehetek, maximum nagypapa, atyuska. De hát a férj, olyankor a férj az első. De így kell egyben lennünk. Egy gyülekezetben nem egyedülállók vannak versus házasok, hanem vannak egyedülállók, házasok, feketék, fehérek, színesek, tarkák, és így tovább, és így tovább. Oké, köszönöm szépen a türelmeteket, hogy ennyi ideig kihúztátok. Ezzel nem csak magunk felé szolgáltunk, hanem azok felé is, akiknek szerettem volna, hogyha ezt a tanítást el tudjuk mondani. Én remélem, hogy minimum az segített a nézőknek is, meg azok, akik ebben vannak, hogy egy csodálatos életszakaszban lehettek, hogyha ezt jól élitek meg. Ha engedtek az ördögnek és keseregtek, hogy még mikor jön, nyilván valamikor az embert ez elönti, semmi, ez nem bűn. De alatta maradni annak az érzésnek, az viszont már bűn, mert az a te felelősséged. Éljetek szabadságban Isten királyságáért, testvérekkel, csodálatos, boldog, kiegyensúlyozott életet lehet élni, aztán meg majd vagy jön Józsi, vagy nem jön Józsi, vagy jön Margit, vagy nem jön Margit. Ámen, de Jézus mindig jön. Ámen. Halleluja!